Ó, Uram, te jóságod hatalmas. Nehéz próbákat teszed ki bárányaidat. Segíts hű pásztorodnak elviselni ráadó terhet. S ne azon bánkodjunk gyermekeim, hogy elvesztettük Dániel testvérünket. Hanem arra gondoljunk, hogy ő már otthon az Úrnak jobbján, és szeretettel tekint rá. Nagyon szép beszédet tartott, atyám. Köszönöm. Ugyan, ez csak természet. Tudja, az én fiam sosem látott senkinek. Voltak gondjai, hogy zűrökbe is keveredett, de meg volt helyén valami szem. Aki megölte a fiam... Most csak arra gondolom, hogy Daniel milyen tudnál egy jobb világban. Igazolom. Még egyszer köszönöm, atyám. Istenem. Istenem. Pál apostol a rómabeliekhez írt levele második rész. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki így a kétesz. Mert amivel más megítélsz, önmagadat károsztatod. Mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Hogy azt gondolod, ó ember, hogy aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azok a bűnök, hogy te elkerülöd Istennek ítéletét. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésnek és hosszú tűrésnek gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek szervusz, Ádám. Tiszteletem, atyám. Régen láttalak.
Mi újság veled? Minisztrálni is rég volt. Tudom. Sajnálom. Valami baj van? Hát, nehéz erről beszélni. Mi történt? Tudja, Dani jó srác volt. Én jóba voltam vele. De volt az a lány, Melinda. Szakítottak. Még miután szétmentek, azután is jóba voltam velük. És egyszer, amikor a Melindával sétáltam az utcán, rákrottott a Dani, és teljesen kikelve magából, meggyanúsította azzal, hogy miattam hagyta előtt a lány. Nem is tudom, mi történt vele. Engem félrelökött, a Melinda közénk állt, őt megütötte, én meg rárontottam. Azt mondtam neki, hogy ha még egyszer hozzáér, akkor megölöm. Istenem. Most már értem. Az ilyesmi előfordul. Ezeket az akadályokat mindannyiunknak le kell küzdeni. Az Úr folyamatosan próbára tesz bennünket, és nekünk helyet kell állni. Néha túlságosan sokszor. Magam emlékeztetsz ennyi idősen. Nincs miért megészteled magad. De hát nem én öltem meg Dániát. Ki mondta, hogy megölted? Sokan gondolják ezt. És... De miért pont én? Nem én öltem. Honnét veszed, hogy megölték? Ja. Köszönöm a beszélgetést, de most mennem kell. Várjál! Mondd, mi bánt, gyermekem? A bűnökről szeretném kérdezni. Mind követünk el bűnt. Ezzel együtt kell élnünk, de az Úr szemében egyenlők vagyunk. Ön is követett el bűnt? Hisz emberek vagyunk. Én is vétkeztem már, de azóta sokat vezekeltem érted. És még most is. Ha nem lennének bűneink, nem lenne ebből tanulunk, és ezáltal jobb emberekkel lennünk. És mostanában nem követett el bűnt? Mit akarsz ezzel mondani? Ön nem szokott mélyen magába nézni? Hogy? Hogy vezethetné a nyáját, ha hanyagul a farkasok elé veti őket, amikor bajban van? Ebből elég! Távozz! Ne üzz gúnyt az Isten házából! Ki vagy? Mit akarsz? Az Úr nevében felszólítok, hogy távozz! Thank you.
Dániel. Atyám. Mit művelsz? Sajnálom, nem tudtam, hogy maga az. Tehát ezt mégis hogy képzeled? Miért teszel ilyet? Kérem, Eressa, ne? Nem, fiam, nem, muszáj megbeszélni. Nem tudtam rajta segíteni. Nem is tudtam volna. Megijedtem. Elfutottam, és többé nem törődtem vele. Ilyet egy pásztor nem tesz. Miért kínzol? Hogy méltó legyél arra, amire prédikálsz. Az Úr kegyes, végtelen a szeretete. Minden és mindenki iránt, legyen az bárki. Csak akkor fejlődik a lelked, ha elfogadod a múltat, hogy szembe tudj nézni a sötét oldaloddal. Ki vagy te? Egy angyal? Mondjuk, hogy egy jó barát. Nem hagyhatod, hogy mások bűnhődjenek meg a vétkedért. Mit tehetek? Még helyrehozhatod. Hogyan? 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 És most ugyanazt kapod, amit te tettél Danival. De hányszor mondja, mert nem én voltam. Ismerd be! Nem! Hálad a tetteit! De hát nem én voltam! Ismerd be! De nem én voltam! Elég volt! Nem! Elég! Nem! Nem én voltam! Nem ütötte! Nem az ő bűne. De atyám! Az én hibámba halt meg. Az én hibám. Bocsássatok meg, amiért becsaptalak titeket.